Itt állok egy csodaszép tölgyfa alatt, ezt mindig nézem még tavasszal is, télen is, akkor kopasz még ugye. Nagyon szeretem ezt a részt, hát jó hosszú ideje azért itt vagyok. Mondhatom a dátumot, nem szégyen. Nem mondom. Tehát érkezik Led Altaj és George. Jó, Palika, három fák, ne oda megy melléd, vagy már előtte is egy kicsit. Kívül, 100%. Tehát nektek vadászka kettőtöknek, ő neki meg egy megrázós. És mondom, ott vagy élen, kézbe legyen. Jó. Már mi neki mondom. Neki, ja, tudom. Ja. Ennek hát, vadászka. Igen, átmentek oda, persze. Oda. Megyünk a domb alá. Te még nem maradjál kis cicukával. Édes picikém, olyan szép vagy. Aztán fújtok egyet, van még két kanca meglá. Hát ilyen idő, kész, ez van. A lényeg, hogy ügyessek, lehetek egymást segíteni. Mármint az első kettőnek mondom inkább. El ne pördüljön majd, ha bemész, de nem szokott úgy, csak tudod, egy kicsit olyan izgulósabb vagyok mindig. Odafigyelni. Mindig oda, minden lóra oda kell figyelni. Ha lazán is ülök, én mindig lazán ültem, de biztonságban. Bármire abban a pillanatban reflexem ugrott. Jó, átmennek dombalá, itt eljönnek egyszer, és aztán dzsata. Három fáktól rátesznek, körbe ér el az Altaj, és szépen egy megrázós, jövő héten kvali. Még Stargébe megyünk, még kedden jön egy jó melót, meg pénteken. Szerintem nem lesz probléma. Hát a tempóval nem neki. Kvaliba szerintem, hogyha minden oké. És már kint szépen fel tudunk rá ülni. Igen, ilyen rettegős volt. Leszállásnál főmászott a falra, felülésnél főmászott a falra. Ilyen voltak ilyen dolgai. Na jó, szépen sétálnak be, én meg itt beállok a felhők alá. Első alá, hogy nem tudok még fa alá állni, ott a kedvenc fám az arrébban. Ugye Altajra visszatérve, neki simbány volt, ugye a szárcsontgyulladás. Általában két éveseknél van, amikor jönnek a komolyabb melók, így a sípcsontjánál kis apró kis mikro kis csontocskák így lepattannak, és az érzékeny fáj neki. Legjobb a pihentetés 6 hét, Altajnak megadtunk 4 és fél hetet, kint volt padikba, és dolgoztuk, de szerintem abban már a simbányra semmi baj, csak az idők tolódtak el, ugye. Ez pont a kvalifikálós héten jött ki neki kedden, vasárnap már nem tudtam kvalizni, aztán most még a kvali jön. Mentünk volna BBAG-s versenyre szeptember elején, sajnos nem tudunk, nem jön ki, mert kvali 2 hét, rá 2 hét egy verseny, 1400-et szeretnék itthon neki adni, és utána meg, vagy lehet, hogy 1300-1400, és utána meg lett volna a BBAG, amit kihagyok. Sajnos, van képesség a lóba, egy orosz Moszkvából Szergej Bennertől vettem a lovat Baden-Badenből, őnek ménese van Németországban, üzleti dolgai az Moszkvában van. Napi kapcsolatban vagyok tulajdonképpen vele. Egy nagyon szimpatikus ember. Na, meglátjuk, mi lesz. Jöjjön fel az Altaj már szépen, úgy-úgy, ne a nagy tempóból. Egymás segítsétek, Palika. Nyugalom, béke legyen, szeressétek egymást. Nézd meg, Georgika menne. Úgy-úgy. Altaj is versenyló, írásba adom. Remélem, hogy elől, igen, elől nézelődik sokat. Most össze-vissza bóklászok, mert tiszta víz vagyok. Ugye, mert megpróbálom a jobb fényviszonyokat nézni. Hát most feljöttem ide a dombra, mégiscsak itt maradok. Nem jók a felvételek, nem lesznek jók ma. Ha minden rendben van, az elmegy reddel. Nagyon tud menni ez a Altaj. Hangok már megvannak. Jó, Altaj itt van, jön is. Jó van. Ügyesen. Figyelj oda ilyen átjárókon. Jó, hosszan, nagyon jó, szuper. Jó, ez az, nem volt rossz meló. Ügyike vagy, nagyon jó. Jó. A Georgikának elég is volt, ugye fáradtka, mindig alszik, édeske, most ostor ott van, akkor többet megy, de szerintem tökéletes. Meg voltunk kilométerben mindenhol. Na, örülök neki, hogy meg vagyunk.
Nem attól majd részt, ami nem attól, hogy altály elkezd fengógatni a torhiddal esetleg élen. Blinket nem szeretnék rakni, de szuper volt. Oké, szupika!